Sziasztok fiúk, lányok! Remélem készen álltok az eheti kalandokra és a Hearthstone fogadójában. Csapjunk is bele! És igen, mostanság nem vagyok annyira aktív Hearthstone terén, szánom, bánom, de tényleg annyi sok más játék van, amivel szívesebben játszom most és hát valószínűleg az egész március az a Ubisoftról fog szólni. Ellenben az eheti kihívás az új Deal Your Fate. Na, valami kis itt a piros, hol a piros hamis kártya, tarot kártya lesz. Uh, the Tavern Keeper foretells a fateful brawl. Tehát, hogy valami nagyon nagyon hittelteli búnyót jósol nekünk itt a kocsmáros. You and your opponent discover a random fate that affects your both. Na, hát akkor random sorsot fogunk húzni, valamilyen paklival. Na, erre nagyon kíváncsi vagyok hogy ebből mi sül ki most konkrétan. Hát ha már így a hitnek ilyen nagy szerepe lesz és a sorsnak, akkor legyünk pappal. Azzal már úgyis régebben voltunk. Szerintem megpróbálok összerakni valami nagyon guztustalan self heles paklit. Aztán majd meglátjuk. Jó, Shadow Bomber jöhet. Legyen Divine Spirit is, mert az menő. Mindblast, oké, okay. Lightwell is jöhet Múzeum Kurátor, jó, Shadow Death is jöhet Jó, egy Resurrect? Ez nem kell Na nézzük mi van itt még, Self-Heal fronton Jó vélens Chosen, na itt akkor még szükségünk lesz Ó, egy Holy champion azt muszáj vagyok betenni Nem tudom, hogy miről fog szólni ez az egész, úgyhogy itt az is lehet, hogy a következő körben itt még egy monumentális... Jó, és akkor berakjuk itt még a... a trollt. Hol van? Hol a troll? Hová lett a troll? Á, tournament medik, meg vagy. Jó, akkor viszont lecserélünk még egy lapot, mondjuk egy darab Lightfelt a Tournament medikre, és a Divine Spirit az jó, de nekünk uh, lehet jobban fog kelleni helyette még egy. Na még, még hol van, hol van, hol van. Egy inner fire. Ja, egy flash hilt is betolhatnék, meg a uh, soul priest is kéne, de, de, próbáljuk most meg ezt. Bízzunk a sorsban, hajrá! Nem tudom, mi lesz ez, úgyhogy majd most kiderül. Szóval, a lényeg az, ezt akartam elmesélni, amíg keres nekünk egy ellenfelet a gép, hogy Hearthstone rajongók. Március 12-én, ha nem láttátok még a bejelentő videót, akkor most mondom, ott leszek az eSport Festem, és lehet velem majd hardstone-ozni. Mégpedig a színpadon kint, délután 4 és 5 között ott leszek, remélem, hogy páran közületek ti is ott lesztek, és elverhettek kegyetlenül hearthstone ban Na jó, azért nem fogom könnyen adni annyira a bőrömet, legalábbis megpróbálom. És erre a célra lehet kitalálok egy-két spéci paklit, csak is erre az alkalomra. Hát valami ilyen non-competitive non fun shit lesz, úgyhogy ne, ne is számítsatok valami eszméletlenül durva dologra, de aztán lehet, hogy tök mókásan sül majd el a dolog, legalábbis én ebben bízom. És lehet, hogy még a korábbi pakliaimból is válogatok majd. Na mi ez? Fate spells. Spells cost one less. When a minion dies, it's owner gets a coin. Fate portal. Shuffle ten unstable portals into each player, de úristen, fate confusion at the end of each turns from all minions attack and health. Jó, de jó. Hát mivel elég gyatra lényeim vannak, ezért ezt fogom választani. És ez mind a kettőnkre kihat. Oké. Tehát 10 darab unstable portárt berekevertek a paklingba. És akkor ebből húzhatunk. Na most az ellenfelem mit, mit fog húzni? jó, akárhányszor meghal egy lény, akkor az ad nekünk egy érmét gyakorlatilag. Jó, hát akkor halljon meg ez a lény. Ja, és most az ellenfelem kapott egy érmét, annak rendje és módja szerint. Jó, hát akkor unstable portárok és érmék. Na, de viszont ez vicces lesz így. Meglehetősen vicces. Jó, jöhet az unstable portál első ízben. És kaptunk is egy Bongard Lutenantet, akit szerintem nem most fogok kiátszani. Úgy is mocskos mód sok self lesz ezzel a paklival, úgyhogy ráérez még. Jó, ő is unstable portálozik. Új, Stone Splitter Trog. Na neked nem örülök, barátom. történik itt? Mi történik itt? Jó, most kiátszhatnék egy spelt, de nem fogok. Nem gyógyítom magamat. Muha, jól van, erősödik a lieutenant. Bongár lieutenant. Jó, és akkor a tornament kell meg még mókásabb lesz itt minden, és ezt valószínűleg le fogja takarítani. Igen. És rögtön kettőt sebez. Báldozza rajta az egyiket. Jó. Kapott egy titokkártyát. És nálunk érmehegyek. Plusz még több titokkártya landolt itt a zsebben. Na nézzük akkor. Jöjjön ez a kártyalap most. Ba vár, lehet, hogy... Mi ez? Counter spell. Szinte tudtam. Szinte tudtam. Érezhető volt. Jó, viszont több titoklapja nincsen a mágusnak, ami jó hír. Valamiért most egy kicsit akad a Hearthstone, nem tudom mitől van. Lehet, hogy így a Blizzard Downloader, de nem, a Blizzard Downloader sem megy a háttérben. Akkor tanácstalan vagyok. Jó, most nem, nem játszik ki ő se semmit három manáért, úgy tűnik. Ö, miért, miért van az az érzésem, hogy ez egy Mirror Entity? Hát, majd kiderül. Mirror Entity! Jó, mocskosul sok heal, annak rendje és módja szerint. Jól van, akkor ha életben marad a tornament medik, akkor viszont akkor át fog kapni a fejére a mágus, amekkorát még nem látott a föld. Jó, most a hero power-t azt fogja használni, hogy gyógyítsa magát, a kis testét. Jó, és még egy érméje is volt. Ezt tőlünk kapta. Ne barizd le! Ne, ne, ne! Ó, hogy az a... Ó, hogy... A, és még mennyi érméd van? Ez még be is támadja. Hát ezt a mocskos undorító... Na mindegy. Jó, hát ezt így visszakérném, köszönöm. És akkor jöhet egy unstable portál. Jó, akkor már egy egy ilyen tomb spider is ha már egy előkerült, és Muklas Champion vagy Strangled Horn Tiger, ez itt a kérdés. Hát lehet, hogy most a Tigrincset Előnyben részesítem, csak azért, mert az álcázva kezdés talán akkor kibír egy kört, amíg felbuffolom, úgy nagyon csúnyán. Ugye akkor kap 4 HP-t, az 9, ezt megduplázom, akkor az 18, és akkor 18-asat fogok tudni sebezni. Frigid Snowball és akkor egy Spell Damage a mágusnak. Az sose jó, ha a mágus Spell kap. Jó, a snowball kezdünk valamit mindjárt. De előtte. Jó, jöjjön előbb a kurátor bácsi. Kurátor bácsi pedig adott nekünk egy Anubisát Sentinel. Hmm. Nem is rossz. Nem is rossz és hogyha ez elsőként pusztul meg, akkor ugye felrősíti valamelyik lennévő lényt plusz 3 plusz 3-mal. Ó, hogy az a... Hát ez úgy szépen, szépen tolja a mágus, mit nem mondjak. Viszont szóval kapom az érméket, mint a vadállat. Na ez a Belcher a lehető legjobbkor érkezett hozzám. Jó, hat lap van a mágus kezében, most kijött egy Piloted Shredder, aminek nem örülök túlzottan, és még jegeli is szerencsétlen belcseremet. Au, és még le is lövi. Jó, ez egy újabb érme lesz nekem, amit nem fogok tudni kihasználni, sajnálatos módon. És még egy... Ó, oh, Jó, akkor itt sokáig itt leszünk érzésem szerint. Ö, jó, kezdjük el akkor lepucolni itt a HP-t. Aj, de jó lett volna ezt a cicát hasznosítani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jó, még egy körünk van. Hát nem biztos, hogy a macskával. Jó, hát ez, ez a taunt nem kellett volna ide. Ez a taunt nagyon nem kellett volna ide, mert akkor most megnyertük volna szerintem a mérkőzés, Mert ugye ez 2 4 az 8. 8 meg 5, az 13, szor 2 az 26. Igen, akkor gyakorlatilag egy akkorát kapott volna a fejére. És Számoltam volna magam, egy, kettő, 3, Ja, mert oda a kezünkbe, aj, és pont a tornament mediket jól van akkor... Akkor én itt most nem csinálok semmit kb. Tele vagyok érmével. Viszont egy tetves lényem sincs. A jó hír viszont, hogyha ezt mind kiátszom, akkor az öcsívmentem legalább, vagy a napi küldém az biztos készen lesz. És hogy pont a tornamet mediket burnölöd el. You need a new fate. Aha, micsoda? Ha lemegyek 20 HP-re, akkor die or fade card van a minion its owner draws a card. All minions have taunt and charge. Minions gain death, all random card in owners hand cost 0. Oh, 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 jó. Uh, taunt each minion turn into a one, one marlock. Na, ez valami zerges paklikva kell. Na jó, akkor ezt választjuk. Na, majordomó! Ho, ho, ho! Jól van, ez viszont így jó lesz. Kiátsszuk ezt. Jó, kiátsszuk ezt is. Csak hogy legyen hely, az eljövendőnek. De várjunk! Hogy került Majordomo a keze? Ja, mert de nem. Na várjunk csak. Hogy? Ja, mert Death Rattle. Jó, azt hittem már alacsony manás, már így keverem a szezont a fazonnal. Jó, elnézést. Későre jár, nem forog úgy az agyam. Húztunk egy kártyát, az nagyon jó. Jaj ne És saját magát pusztítja el Nem baj a rossz! De szerintem megöli Hód biztos, hogy megöli És még egy Flame is ide tol nekem Nem, ha nincs ez a nyavajás taunt, akkor nyerünk. Jó, hát ezt bemákolta a mágus, azért azt hozzá kell tennem. Tehát ez a taunt, ez. ez, ez életmentő volt neki. Ha nincs a taunt, akkor ez torony magasan. Öh, na nézzük, pakli újratervezés. Mm, lehet, hogy kéne még lény, de. Hát, Holy Champion. Jó, adjunk még ennek egy esélyt, én azt mondom. Adjunk neki egy esélyt, aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Ha nagyon nem megy, akkor viszont módosítunk. Annak megfelelően, hogy ugye milyen challenge vannak. Jó, hát akkor lássuk, mit hoz a sors. És megint egy mágus! Úgy tűnik, hogy ennél a heti kihívásnál a Mágus lesz a sláger. Jó, ezt akkor csere. Shadow Bomber. -ho, oh, jó lesz, jó lesz, jó lesz. Kis agresszív indítással. Na nézzük. Egyel kevesebbe kerülnek a spellek megcseréli a, HP-t, így pedig én armor. Na ez viszont valami új. Kettő armort kapunk, és coin spell van lesz. Jó, nézzük meg ezt. The és akkor még kap HP-t is tőlünk. De ez lehet, hogy veszélyes döntés volt ez az egyenolcsóbb olcsóbb spell, főleg úgy, hogy egy mágus az ellenfelem, de nekem is elég sok varázslapon van, szóval ebből még jól is kijöhetünk. A végén. Na, az a Shadow Bomber azért hármat megkínált. Hárommal megkínálta a mágus arcát egyből. Portál, jól van, köszi. Jó, mana worm. Ezt valahogy kezelni kéne. Jó, Holy Champion, Na, nézzük. Ezt kitesszük. És kaptunk egy... Hát szerintem egy Belcher. Az mindig jól jön. Jó, most egy ilyen agresszívabb játékstílus próbálok meg folytatni a mágus ellen. Lehet, hogy ez célra vezetőbb lesz. Meg hát, ha nem lesz akkora büdös nagy mázlia, mint az elődjének. A Divine Spirit már itt van a kezemben, akkor már csak egy Inner Fire hiányzik, meg mondjuk egy sok hp lény. Ne adj Isten még valami, de ha 12-ig fel hozni... Jó, nem fogom. Ó, oh, Power World Glory, akkor ezzel ki is leszünk végkülve, barátom. Jó, a Holy Champion az jó lesz. Jó, ha támad a kukacával, akkor viszont gyógyít is rajtam. Úgyhogy egyelőre nem ajánlott neki ezt megcselekedni. Ó, Acolyte of Pain. Jó, szerintem tudja, hogy totál feleslegesen támad. Bár, hogyha előbb aktivizálódik a Power World Glory, akkor jó, nem így történt. Akkor még ő fog gyógyulni. Na most viszont, hát a marok kukacot életben kéne hagyni. Úgyhogy szerintem most rakom ki a Holy champion -t. ez azért egy elég, elég marcon a lény. Úgyhogy még potenciálisan esélyünk is lehet vele, hogy életben marad. Következő körben meg akkor Belcher. Jó, jött egy Waker és most még tud egyet varázsolni, vagy kettőt, hogyha van. Unstable portál, na. Jó, hagy békén a Holy champion -t. Na ná, hogy nem hagyod békén a Holy champion -t. Viszont nem, nem tanácsos támadni. Van még valami? Vajon mit húzott ez föl? De csak lényt rakhat már le. Nem hinném, hogy lenne egy egymanás spellje. Ha csak nem az Arcane Missile, akkor az még kihúzhatja a csávából. De most így be kell támadjon, igen És akkor a kukacot is beáldozza vajon? Beáldozza, de ezzel gyógyít És... Áj, de kár érte Ó, ezzel viszont nem fogsz túlságosan sok lényt kirakni, óbarát jó, jó, akkor jöhet a belcser Nyó, ez feltartóztatja egy ideig, óráig. Ez az Entomb egy elég brutális kártya. tehát nem elég, hogy eltüntet kompletten egy lényt a csatatérről, de azt még bele is keveri a mi húzópaklingba. Tehát így akkor akár a legdurvább lapot, az ellenfelünk legdurvább lapját így felhúzhatjuk a következő körünkben. A Bloodmage talnos, Loot Ó, de jó, de jó, hogy nem holinovásztam ideje korán. Így most akkor lesz, lesz egy kis takarítás. Viszont akkor húzok sok lapot a mágusnak, az viszont nem jó. Ó, oh, köszi! Jó, már csak, a, már csak egy lény hiányzik itt a képletből. Jó, akkor most egyet Holinova. csak kirakok egy lightvelt miért ne? Most a szegény tornament medik az nem fért már ki, de ha most felhúznám az inner fire az az nagyon, az több, mint jó lenne. Ó, hogy van neki Fireballja? -ja. Jó, nem, nem gond, a takonya az még feltartóztatja. Ezt is még felfogjuk. Oké, okay, a Nerubian túlélte, egy manája maradt, azzal nem sokra megy. Én pedig akkor folytatom álmokfutásomat. Jó, hát a Nerubianra értem szerintem nem fogom az Entumbot, azt valami komolyabb dologra tartogatom. Na, egy manáért mit fogsz még itt hozni? Bár, ha nem ölöd meg a Lightwelt, akkor akár kár is belesebezned, mert felgyújtja saját magát. Nem, Unstable portál. Jó, az, az még belefér. Na, én is kaptam végre egy Unstable portát, lássuk, mit dob a gép. Egy. Ó, hát ez, ez viszont nagyon, nagyon vicces így a Merubiánnal. Mert ugyanis így a manevrét az azt jelenti, hogy egyel többbe kerül minden lény, a Nerubiánnal pedig a Battle lények kettőbe. Tehát a, ha Battle lényei vannak, azok most hárommal drágábbak, mint általában. Tehát most hét manáért egy négy manás lény tud kiátszani. És így visszafele. Tehát az úgy azért elég meredek. Egy 1 manás lény az 4 manába kerül most jelen pillanatban, ha Battle neki ez, ez most nagyon, ez így nagyon összejött. És még a mana, jó, a mana ki tudja nyírni, ha van nincs gond. Jó, az Unstable portállal viszont negálta ezt az effekt párost, feltéve, hogy olyan lényt húzott, ami kell neki. Jó, a mana azt lelövi, viszont így elhasznált nagyon sok manáját. Ez nekünk jó, nagyon is jó. Egyedül az nem jó, hogy nincsen nálunk Inner Fire, de ami késik, nem múlik, reméljük. Itt van nálunk a Lightwell, tehát még hogyha elkezdi sebezgetni a Tournament mediket, akkor azt fel fogjuk gyógyítani elég brutálisan, és csak az Inner Fire-ra várunk. Oh, -oh, 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 -oh! Oh, oh, Na, ezt akkor köszönöm szépen. Ne, ne varázsolj, Léci, ne varázsoljál semmit. De. Csak, csak, azért is varázsol. Duplán varázsol. Ugye most ezt te se gondolod komolyan. És most két manáért még mit? Mit akarsz? King Mukla. ezt meg még hogy? Ja, hogy ezt, ezt ingyen és bérmentve kapta. Jó, akkor, hát ezt én így elkérném. Azért ezt így kivarázsolnám innen. Ó, hát ez így sok mindent megváltoztat azért. Jó, ezt, ezt azért így nem hagyjuk itt neki. Semmi esetre sem. Na most az az én nagy problémám, hogy jó, ezt kezdjük el szépen itt erősíteni nagyon durván. És akkor most hármat belesebezzünk. Nem, mert hát ezt meg kell, meg kell így most inner fire várunk konkrétan. Kerek perec. Jó, most az ellenfelem bedur, bedurculhat. Picikét.

Jó, és akkor még you need a new fate. Új sorsot kell vetnem. Jó, és akkor most jönnek a fireballok. Aha. Egy fireball. Még egy fireball. oh, és nem mondod, hogy van még egy fireballod, de van. Ó, oh, wow, wow, wow. Mi van itt, mi van itt, mi van itt? All minions have wind fury. A minions have taunt and charge. Each player. Három unstable portal. Hmm. Na jó. Lássuk. Lássuk, mit dob a gép. Jó, a Voidwalker az már kimegy. Az Hoodzier. Egy Izera. Az nem mindegy. Jó. Tűha, 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 tűha. Na most hogy csináljuk? Jaj, leölthettem volna, na mindegy. Na mindegy, ezt most benéztem. Windfury-ról totálisan megfeledkeztem. Jó, van még nála Fireball. Flame Strike! Ó, hogy az a. Áj, ezt nagyon csúnyán benéztem. Elfelejtkeztem a Windfury-ról, fene vinné el. King Mukla. Jó, mondjuk az a három, az a három darab Fireball az fight. Az 18 sebzés. Mondjuk windfury is képességre nem számított. De ez jó, ez jó, ez így nagyon sok random bullshit így egy körön belül, úgyhogy ez tetszik. Nagy druida. Akkor is megmaradok ennél a paklinál, mert működik ez, csak az inner fire nem jön, amikor kéne neki. Entomb. Mindblast az most nem. És mégiscsak Mindblast. Nem, ez, ez, túl gyorsan jött ez a windfurizás. Nem, hát ilyenkor persze beírhatjátok, a jó, misplay, misplay, de tehát azt azért kalkuláljátok bele, hogy ez teljességében ellentétes a normál megszokott játékmenettel. Tehát, hogyha egy nem figyel az ember, és nem tartja ezt észben, hogy így cserélődnek a HP-k a kör végén. Hmm akkor ezt így simán be lehet nézni, és hát velem ez történt, pont. Na, spellek olcsóban vagy... Banána. Olcsóbb spellek. Két armor. Jó, hát akkor legyen két armor. Én ezt mondom. meg ha támadni szeretnél, akkor légy gyógyítsál is már. Jó, cserebere fogadom. Ó, viszont akkor... Ó, és nem fog tudni... <hállt> Jó, ez benézés. Ezt leüti szegényt. És megcserélődik a HP-ja neki. Mi a penész? Jó, viszont Bram Bronzebeardot köszöntjük. Jó, viszont most neki lett több lapja, pedig azért eléggé elköltekezte magát lapügyileg az első körben. Jó, és most támad tovább. Ez egy mocskosul hosszú küzdelemnek néz ki, így első, első nézésre. Első ránézésre. Hát majd meglátjuk. Hú, viszont Ja, de nem. Ez Warriorral lenne ütős, ugye egy Shield Slam. Mondanom sem kell. Na, erre kíváncsi leszek. Ja, és megcserélte a... de kár érte. Living Roots. Fú, hát ezt valahogy életben kell tartani. Jó, hát akkor egyelőre nem csinálok semmit. Mert ugye Northside Clericnek megcserélődne a HP-ja, és akkor egyből leütné egy gyökérrel. Jó. Na viszont egy Valence chosen már nem biztos, hogy olyan rossz ez a lap. Na nézzük. Jó, ezzel most így letakarítom picit a bordot. Jó, és már is 6-2-es lett itt a felállás. Nem rossz. Darnassus Aspirant. A druida meg csak tankolja fel a páncélzatot. Jó, a lap lapállás is nagyjából kiegyensúlyozott. most semmit nem tudok csinálni. Jó. Ha ezzel támadsz, akkor gyógyítasz. Vagy ezzel? Nem, ezzel. Jó lesz az nekünk. Jó, ezt buszál leszek kirakni, így vagy úgy. Na, hát akkor ezt hívják pot helyzetnek egyelőre. Tehát nem tud akkor sebezni még belém, hogy ez megérje neki, meg hogy egyáltalán bármit így leszedjen rólam. Ez, ezzel, ezzel a pajzsolással most nagyon beszívattam szerencsétlen. De mondjuk én, én, se állok túl rózsásan, úgyhogy lehet, hogy itt megtartom a mindbustokat arra az esetre, amikor vélen erő kerül, akkor viszont az nagyon, nagyon durca lesz. És leszette a pajzsaimat? Megőrülsz? Na nézzük, mi lesz itt. Oh, Ken Bloodhoof. Tökéletes, tökéletes. Jó, megint megcseréltük. Következő körbe Kent, azt ki tudom húzni. Jó, húzzuk ki valahogy addig, ami... de jó lenne ezt megnyerni pedig. Epic Tavern Brawl. Ó, oh, Ez nem jó hír. Ezt leüti. Hát van bőven pajzsa. Én kapok a fejemre. Ja, és utólag, vagy előtte hílel, az nem olyan jó nekünk most. Jó, akkor kirakjuk Kent. Mi meg akkor visszagyógyítjuk magunkat max HP-ra. Hát pajzsunk az van, jelen pillanatban. Szerintem az a Sea Giant oda nagyon nem kell. Kromágus! Jó, pajzsok len. És most a Sea Giant akcióba lendül kromágussal köröltve. Hol van most az Entomb? Kérem szépen. Jó, kéne egy új sorslap. Már is? Oh, tornament az Isten küldte. És hol, a, hol az új sorslap? Az úgy nem. Jó, Hú, jó, jó lesz ez, jó lesz ez. Csak így tovább, jó. Na hát akkor lássuk. Most meg, most egy kicsit érdekesebb lett a, a, a felállás. És a tornament medik is ugye átment 8-1-esbe, akivel még a C Giant-et is le tudom kenyerezni. És 5-1-es lett Kern Bloodhoof. Ó, swipe. Nem baj, itt van még Bane. Ezt leüti. 6-6-os kromágus, az még mindig nem túl jó. És még egy Darnassus -e Aspirant. De jó, a Moci-val támad természetesen legutoljára, és még itt a nem a sea Giant, a Giant már támadott. És most Entomb, most, amikor már oly sok viszontagságon keresztül mentünk. Jó, hát nézzük meg ezt. Az a én sem tudom a maciát betámadni, mert akkor meghal szegényked... De most már musz. De nem, a macinak maradnia kell, mert az gyógyít engem. jaj, hát ez így nagyon, nagyon hosszú lesz. Szerintem itt fetigre fogunk menni teljes mértékben. Ez fog dönteni. De egy. Uff. Milyen lapod van neked, jó ember? Illidan Storm Rage a pályára lépett. És készen áll arra, hogy halálos sebet ejtsen az én kis hűsömön. Na, még egy innervétet is pakol a druida. Jó lenne tudni, hogy mire készül még, de lassan neki is elfognak a lapjai. Jó, egy epic hilt kap. Több, több Flame of Ezinotot már nem idézhet, és most kapom a nagy kokikat. Viszont nem választhatok újra sorsot De De Wind fury Oh Turn each minion In play into a van one murloc Azt a be jó, jól van, oké okay. Hmm Ide ez a lap kell. Ha csak nem. or Sned... Ah, jó, legyen. Legyen! Bár az a... a most hát, ha hát kapok valami normálisabb... Normálisabb dolgot a végén. Jó, megfordult az életereje. Ezek a... Van, na, ezzel, ezzel a sorsfordító lappal most totálisan countereztem neki az összes durva lényét. Jó kivétel ezt de hát ha ezen is fordítunk mindjárt. Jó, és most sok kicsi sokra megy alapon. Kezdődik a vérontás. Hol van a self heal? Hol van a self heal? Oh! Hát ennél jobbkor ez a kártya nem is jöhetett volna. Kis gyógyítást belém. És Kezdjük el 1 2, 3, 4. Ugye ez itt hat sebzés, akkor ezt csökkentsük le csak ötre. Jó, hát Sneatold Shadder, azt addig fogom itt most játékban tartani amíg az összes Marlockjától, vagy nagy lényétől meg nem szabadítom. Fú, elég Starseeker és ahogy a dolgok állnak, egyre gyorsabb lesz az a pont, amikor az összes lapját legendary-vé alakítja. De ez nem is olyan rossz ebbe a heti kihívásba egyébként, ez a kártyalap. Jó, ez három sérülés. Hol van a Self-Heal? Hol van a Self-Heal, ami annyira divine spirit? Hmm, már megint az Inner Fire hibádzik képletből. Jó, hát őt leütjük. És akkor valószínűleg Schneider tör elköszönünk. Ha csak nem most megcserélődik, és megcserélődött a hp ja ez az igen, köszönöm szépen. Hát az gyengül, gyengül. Ancient of Lore, fúj már. És most húz magának kártyát, valószínűleg felhúzta most, igen. A Map of Golden Monkey, és most a Golden Monkey-t is felhúzza vajon? csak nem. De akkor az azt jelenti, hogy az összes maradék kártyáját azt átalakítja. Hú, most jönne jól még egy Holinova. Nagyon is jól jönne. A mondó legyek. Nem, cserébe Mindblast. Hát... Mi legyen. Jó, hát nézzük meg így. Így legalább leütjük a fáját. Ó, oh, köszönöm, 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 köszönöm. Legtöbb kártyalap, amit kaphattam most ebben a helyzetben a legendás rostából. Jó, vajon felhúzta-e a majmot? White growth, most fogja felhúzni a majmot. Nem, most húzza fel a majmot. És kiátszza vajon? Az, az viszont egy taunt kártya is egyben, arra oda kell figyelni.

Na nézzük csak. Hát euh, inkább most, mint utána, mert az fájni fog. És idézett még egy kis vackot. És most húzta fel a majmot. Most húzta fel a majmot. Ajjaj. és most az összes lapja legendás lett, tehát innentől kezdve csak legendásokat fog húzni. Nekem meg alig van HP-m. Oh, fogyunk, nagyon vészesen fogyunk. Most kéne egy jót duplázni. Most kéne egy jót duplázni. Oh, hát ennél, ennél jobban nem is úszottam volna. Shadow World Pain. Tű, na, még egyet rávarázsolunk. Inner Fire Júúúúúúúúúúúúúúj jú, 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 jú. És ha nincs ott a makimajom Ha nincs ott az a tetves makimajom, akkor most mit kaphatna ez? Úristen Jó, azért amit lehet, azt most így Szedjünk le. Ha, ha, persze. Na, kipusztuljon. Jó, mit tudok még tenni? Jó, vélen ide, ide most vélen le. Vélen kell. Nagyon kell vélem. Ennél jobban még nem kellhetett. Új, jaj, ne! Pont egy csárgyossat? Hát ezt nem hiszem el, hogy pont az... A kettő vagy három csárgyos legendás közül pont felhúzta az egyetlent. Ó, hogy az a... Viszont szóval lett egy a achievement. Na jó, nézzük csak. Mi hibázik innen? Mert valami biztos. De én még továbbra is hiszek ebben a pakliban, nem adom fel. De ekkora mázli, tehát kapott egy csárgyos legendás lényt. Úristen, ha nem, nem csárgyos legendásat kap, akkor szerintem meg lett volna még. Nekem meg nem jött vélem. Hmm. Na, Warlock. Entumbe az megvan. Mindblast, a mindblastot azt hagyjuk. És az Entumbot is. Jó. Na, a Holinovának is tudtam volna örülni nagyon még. Na mi legyen? Jó, ez, ez az ármoros dolog, ez jó volt. Ez így kedvező volt a számomra azért elég sokáig. De mondjuk a druid az brutálisan sok ármort kapott, azt azért mondanom sem kell. Viszont, hogyha kijön vélen, vagy bejött volna, amit akartam, tehát inner fire rá, és akkor így megduplázom, akkor az nagyon Új, és itt is a ugyanez lesz most a felállás. Erre kíváncsi leszek. Erre most nagyon kíváncsi leszek. Ohó! Ez ugye most plusz két HP. És kaptunk egy Shadow World Paint. Megszabadultunk ugye a leprás problémától. Oké, hát előre jól állunk. Ne tojás, akkor ez meg fog pusztulni. És, ó, erre viszont nem is gondoltam. Ez nem rossz, ez így nem rossz. Viszont nekem is megvannak ám a kis eszközeim. Right Na jó, nézzük. Fordult megint a HP. 5-2-es Nordshire Cleric. És egy Void oké. Okay. Erre rá mehet szerintem egy Shadow World Pain. Vagy még egy féles Chosen. Akár. Na várjunk, azért húzzunk. Hű! Hát csábító, csábító majordomó, de szerintem ezt a dark kultisztot fogom most preferálni. Ugye egy, egy, ilyen nagy lény, plusz át, átváltozni megint Ragnarosszá, az az mindig jó. Dark Peddler. Na, ugye ő most nem fog váltakozni semmit, vagy ha vált is ugyanez marad. Áj, Mortal Coil. Ezt most húzta fel a pedlerrel, a sötét házalú ügynökkel. Na ez viszont egy nagyon epik kis videó lesz, úgyhogy remélem végignézzetek, mert ezt ezt, ezt, ezt most meg kell nyernem, most már tényleg. Curse of Rafaam, mm -hmm. Jó, hát ezt, ezt most így itt hagyjuk szerintem. Ó, oh, ho oh, oh. Fordítsunk. Hát ja, pakoljuk, pakoljuk lejjebb itt a pajzsokat. Akkor már az átoktól is megszabadulok. Jó, megint kapott két pajzsot. Én is kapom a pajzsokat, ő is kapja, de nekem most egy kicsit nagyobb a DPS-em jelen pillanatban. Aztán most ugye ötödik körnél tartunk, szóval itt már jöhet valami nagyobb lény. De nem, most a, a Dark Kultisztot akarja rövidre zárni. Az viszont nem lesz jó, mert akkor felerősödik a Northshire Cleric. És még rövidre se tudta zárni. ennye. Uh. Ajj. igen. Hát akkor mégse lesz olyan epikusan hosszú az a videó, bár már szerintem így is bőven a tűrés határon túl vagyunk, viszont ez meg mázli volt, összejött. Hát nem tudom, hogy ez a pakli érdeme, vagy a mázli faktoré, minden esetben ez a játékot így játszuk, és akkor kibontom az eheti nyereményemet. Lássuk tehát, hogy a sors milyen paklit sodort most elém megnézzük, hogy ezen a héten vajon lesz-e benne narancsárga, vagy sem. Drukkoljatok, küldjetek az energiát, ha már ideig megnéztétek a videót, akkor most már muszáj, hogy valami jó dolog süljön ki belőle, de lehet, hogy aztán mégse így lesz. Na nézzük. Első lap. Kék. Nem is rossz kezdés. Nem is rossz kezdés, bár lehet, hogy a többi az már csak szürke lesz. Hát ez egy szürke ez se jó, ez se jó, és az utolsó kártya alap ezen a héten. Hát igen, akkor a többi az szürke. Na és mi a kék? És egy inner fire, egy inner fire-t van pofája ide dobni nekem a játék, miután ezért a lapért rimánkodtam kétszer is, két játék során is. Áh, ah, nincs igazság. Minden esetén akkor megköszönöm szépen a figyelmet. Ne felejtjétek, hogy március 12-én az eSport Festen ott leszek, és lesz lehetőség velem játszani a színpadon délután 4 és 5 között, meg úgy amúgy is ott leszek, és ha a gondoljátok, tudunk bandázni picit. Én pedig akkor elbúcsúzom, hamarosan találkozunk. Sziasztok!